Milyen programokkal készültek itt a Röszkei Paprika Múzeumban farsang alkalmából? Úgy gondoltuk, hogy olyan játékok legyenek, amik szorosan kötődnek a farsang tematikájához. Tehát ezek közül a legklasszikusabb az állatkészítés, viszont ha már itt vagyunk a Paprika Múzeumban, akkor úgy gondoltuk, hogy tegyük ezt kicsit tematikussá. Például az állarcokat díszíthetik összevágott paprikabőrrel, ezeket rá lehet ragasztani, vagy a zsírban, olajban feloldott paprikával festeni is lehet. További más kézműves programokkal is készültünk, ezek közül az egyik az almába faragott mécses. Ennek is van egy kis farsangi relevanciája, ez Szent Balázs történetéhez kötődik. Ő a legenda szerint, hát az ő jeles napját a farsangban tartjuk, és megmentette egy fiút, akinek halszálka adhatt a torkán, hálából pedig az ő édesanyja gyertyát és almát adott neki, tehát a gyertya és az alma, mint szentelmények Szent Balázs kultuszával kapcsolatban nagyon jelentősek. Az almába bele lehet faragni a mécsest, és ez így egy kis kézműves játék, ami szórakoztató lehet. Magáról a farsangi ünnepkörhöz ugye nagyon sok hagyomány, hiedelem kapcsolódik hozzá. Például az, hogy állarcot készítünk, az honnan ered, van ennek mi az alapja, miért bújnak ilyenkor az emberek maskarába? Hát maga a farsang az önfelett szórakozásnak, a báloknak a klasszikus időszaka, ez pedig, hogy arctalanná válni, ezzel kapcsolatban mindig egy tipikus törekvés. Tehát aki ebben elrejtőzik, nem mutatja meg a saját arcát, más lehet, mint aki, az például sokkal önfelettebben szórakozik, mint aki tudja, hogy mindent rá lehet bizonyítani, és minden az ő arcához kötődik. Például van egy néphagyomány is ezzel kapcsolatban, ez az úgynevezett asszony farsang, itt a Délalföldön kevésbé jelentős, de Észak-Magyarországon nagyon nagy kultusza van. Ekkor az asszonyok öltöztek férfi ruhába, viselkedtek férfiként és mulattak férfi módra egész nap, így kiléphettek a saját szerepközükből, és egy igazán önfelett tombolásra volt lehetőségük ebben az időszakban. Van-e valami olyan jellegzetes hagyomány ebben az időszakban, ami mondjuk kifejezetten a Dél-Magyarországra, vagy akár szűkebb környezetünkhöz kapcsolódik? Hát itt van például a csörögefánk, amivel mi is készültünk, ez egy tipikus délalföldi étel. Igaz, hogy farsangkor inkább a hagyományos keltésztás fánkot szokták használni, ez viszont jól kötődik ehhez a területhez. A fánkot eredetileg mindig farsangban sütötték, és mágikus erőt tulajdonítottak neki. Eredetileg azért csinálták, hogy a szél ne vigye el a háztetőt. De például itt a Délalföldön, Topolyán is ismerünk más farsangi hagyományokat. Ott rétest készítettek ebben az időszakban, és úgy tartották, hogy ha jól nyúlik, akkor jó termésre bőséges új évre lehet számítani. Akkor picit térjünk még vissza erre a bizonyos csörege fánkra, hogy akkor ez most hogy is készül itt? Azért itt tényleg elég hűvös van, de látom, ott már rotyog. Itt egy adag úgy készül, hogy fél kiló finom liszthez kevertem 4 tojást, hát egy kis rumot, sütőrumot, egy kis tejfölt, meg egy kis margarint, és ezt zsírban sütjük ki. Nem csináltam még ilyet, otthon egész szép körülmények között szoktam megcsinálni, és egészen csörege formája van a csöregémetnek, sajnos itt nem egészen sikerül, de finom, már bent tesztelik. Ezek a farsangi hagyományok mennyire jönnek még a mindennapjainkban? Ugye most itt is azért vagyunk, hogy ezeket felelevenítsük, tehát ez tulajdonképpen azt is hordozza magában, hogy egy picit ugye kezdünk már modernizálódni, és kevésbé hagyunk időt az ilyesmire. Hogyan élnek ezek a hagyományok napjainkban? Én azt hiszem, hogy megmaradtak, de egy kicsit más formában, tehát a fánk az mindig a farsang tipikus velejárója, anélkül, hogy tudnánk, hogy mit jelent. De például lehet még beszélni az úgynevezett torkos csütörtökről. Ez eredetileg hamvazó szerda után következik, hamvazó szerdakor bőjt kezdődik, torkos csütörtökön, mikor felfüggesztik a bőjtöt, hogy a farsangi maradékokat elfogyaszthassák. Például a mai éttermek akciós kínálatában ez nagyon szépen tetten érhető, nem biztos, hogy tisztában vannak már az eredeti hagyománnyal, viszont nagyon jól kihasználják ezt a lehetőséget, nem csak ők, hanem a vásárlók is, akik ekkor általában féláron étkezhetnek.